A Makkosházi és Vértó környéki munkák tervezésekor az ott lakók igényei alapján több kisebb járdaszakasz rendbehozása mellett döntöttek. Így összesen egy 37 különböző helyen, házak bejáratánál, éppen itt az orvosi rendelő környékén is a elbótlást megakadályozandó, vagy éppen a babakocsit, hogy le lehessen tolni a szegénynek a kiigazítására. Volt, mondom, 30-valahány egészen konkrét beavatkozás. És már el is készültek, a műszaki átvétel éppen a napokban történt meg. A munkák eredményeként az Ortutai, a Lomnici és a Hont Ferenc utca, valamint a Gyöngyvirág utca, a Csongrádi Sugár út és a Garam utca házai előtt javították ki az úthibákat. Emellett fákat is ültettek, összesen 30-at, ezt is főként a lakók igényei alapján. Az Ipolysori játszótéren például nyáron kevés az árnyék, ezért oda nagyobb lombkoronájú fák kerültek. Jövőre egy nagyobb méretű beruházás is lesz a városrészben, a több mint 30 éve épült Makkosházi iskola újul meg. Egy 230 millió forintos beruházás indulhat el tavasszal, ahol részben az energetikai felújítása is megvalósulhat, és ha valaki ismeri az épületet, láthatja, hogy egy csatlakozó barakk épületnek a felújításával ott is mind az iskolai továbbigényeknek, mind pedig a helyi civil szervezeteknek, nyugdíjas kluboknak és másoknak a most már hosszabb távra biztonságos és rendes elhelyezése is meg lesz oldva. Az iskola felújítás mellett jövőre a lakók körében népszerű közösségi kertek bővítésére, valamint újak létesítésére is sor kerülhet. Emellett tavasszal tovább folytatják az utak javítását is a városrészben.